Kedves nézőink, köszöntöm Önöket, a Krónikát, a Tapolcai Városi Televízió hírmagazinját látják a tartalomból. Több mint 7000 aláírás. Tájékoztat a Jobbik és az MSZP. Nem lehet figyelmen kívül hagyni a történteket. Lévai József önkormányzati képviselő nyilatkozata. Tárgyaltak az átadás átvételről. Egészségügyi szakemberek a kórházigazgatónál. Országos versenyen remekeltek. A járdányi fúvósainak sikere. Dobó Zoltán, Toronyi Tibor a Jobbik, Lévai József pedig az MSZP képviseletében számolt be az általuk koordinált aláírásgyűjtésről a kórházjavára. A rögtönzött sajtótájékoztatót a pénteki testületi ülés előtt tartották. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves televíziónézőket és a sajtó megjelent munkatársait. A korai időpontban szeretnénk tájékoztatni a széles közvéleményt és Tapolca város vezetőségét arról, hogy az összefogás a tapolcai kórházért demonstráció folytatásaként ma egy bejelentéssel készültünk. Szeretném még elmondani, hogy ez az egész, amit mi itt létrehoztunk és amit mi csinálunk, az nem valami ellen irányul, tehát nem az önkormányzat ellen, vagy nem személyes érdekek ellen irányul, hanem valamiért, ez pedig nem más, mint a tapolcai kórház és az egészséghez való jogunk. Emiatt szerettünk volna ma a nyilvánosság elé állni, és rögtön át is adnám a mellettem ülő Toronyi Tibornak a szót, aki elmondja, hogy mit sikerült elérnünk, és miért tettük mindezt. Szeretettel köszöntöm a Tapolca város lakosságát és a megjelent sajtómunkatársait. Ez a széleskörű összefogás, amely kialakult pár nap alatt, véleményünk szerint egy áttörő eredményt hozott. Több mint 7000 aláírás sikerült 4 nap alatt összegyűjtenünk a ellenünk irányuló ellenkampány ellenére is, és örömmel tapasztaltuk, hogy az emberek támogatásukról biztosítottak bennünket, folyamatosan biztattak bennünket, hogy csak így folytassuk tovább a munkánkat, örömmel vették, hogy valamit elkezdtünk. Nagy örömömre szolgál, hogy ez a széles társadalmi összefogás minden oldalt megmozgatott, és reméljük, hogy ennek lesz még folytatása. Köszönöm szépen. Átadnám a szót Lévai Józsefnek, aki szintén nem kis éremeket vállalt abban, hogy ez az előbb említett 7000 aláírás összejött. Nagyon szépen köszönöm a szót, és köszöntöm én is a Tapolca TV nézőit. Én azt gondolom, hogy ez a majdnem 7000, vagy kicsit több mint 7000 aláírás magáért beszél, és egy bizonyíték annak, hogy ez tényleg nem pártok által fémjelzett akció, még egyszer, ahogy a Dobó Zoltán képviselőtársam is hangsúlyozta, nem valami ellen, hanem valamiért, hanem akik részt vettek ebbe az a támogató nyilatkozat gyűjtésben, azok ezt saját maguk is megtapasztalták, hogy tényleg milyen széles bázison nyugszik. Én innen szeretném megköszönni mindazoknak a ismert és ismeretlen segítőknek, akik egyrészt a támogató nyilatkozatok gyűjtésében, másrészt azoknak, akik aláírásukkal kifejezték az ügy melletti kiállásukat, hogy ezt megtették, és engedjék meg, hogy egy kis személyes elemet is vigyek bele. Engem személy szerint az motivált leginkább, hogy Németh Zsolt barátom, régi ismerősöm volt, kollégám fölhívott a saját élethelyzetével, ami meggyőzött arról, hogy igen, a Tapolcai Kórházért más eszközök felhasználásával is küzdenünk kell, még akkor is, ha sokan azt gondolják, hogy a 24. órában vagyunk, de fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy még nem a 24. óra után. Köszönöm szépen! Még egyszer szeretném megköszönni mindazoknak, akik minket támogattak ebben a harcban, és még egy szót az aláírás, pontosabban a támogatói nyilatkozatok mennyiségéről. És most megmutatom, lehet látni, hogy nem kevés az a mellettünk szóló támogatói nyilatkozat, amiről beszélünk. Ez a 4 nap alatt összegyűjtöttük a Tapolcai Kórház ellátási körzetének, közeléhez tartozó emberek több mint 10%-ának a támogató nyilatkozatát. Én azt gondolom, hogy ezt már nem lehet figyelmen kívül hagyni. Ez az a mennyiségű támogató nyilatkozat, és az a hatalmas nyomás, ami az ellátási körzetben élő állampolgárok felől irányul a döntéshozókra, amit ha valaki nem vesz figyelembe és nem hallgatja meg, hogy mit kér ma az ellátási körzet összes állampolgára, akkor azt gondolom, hogy joggal vonja magára a társadalom haragját.
Még egyszer kérjük, innen kérjük a döntéshozókat, hogy fontolják meg, hogy be kell lezárni a tapolcai aktív sebészetet és aktív belgyógyászatot, mert ennek a helyi közösségnek életbevágóan hatalmas nagy szüksége van arra, hogy helyben lehessen gyógyulni, és helyben ellássák azokat a problémákat, amit eddig el tudtak látni a kórházban. Köszönjük szépen még egyszer! A maratoni hosszúra nyúlt petícióról szóló vita után Lévai József tett nyilatkozatot a Városi TV-ben a képviselőtestületi ülést követően. Civil kezdeményezésnek a legfőbb motorja az a kórházzal kapcsolatos félelmeknek a tisztázása, az ezzel kapcsolatos feszültségek feloldása volt. Így összegezve azt gondolom, hogy ezt részben elértük. Azt gondolom, hogy a döntéshozóknak küldtünk egy üzenetet. Az a 7200 aláírás egyértelműen megerősítette, ez nem egy-két embernek a saját hobbija. Ettől sokkal többről van szó. De azt gondolom, sikerült fölhívnunk a figyelmet ennek a problémának a fontosságára. És bízom abban is, hogy a polgármester által megígért közmeghallgatásnak a keretében talán sikerül fel is oldani az ezzel kapcsolatos kérdéseket. Azt gondolom, hogy az a mód, ahogy mi ezt letárgyaltuk, néha személyeskedésbe hajló stílusba, az méltatlan volt ehhez. És azt is gondolom, hogy bár lehet, hogy szerencsétlenül volt megfogalmazva a petíció egy-két állítása, de azért a vita az elterelte a lényegről a szót. Lehet, hogy ezek a mondatok az utcaemberének a véleményeként fogalmazódtak meg, de a képviselőtestületnek kellett volna belőle érteni, hogy miért aggódnak az emberek. Mindenki tisztában van vele, hogy a vasúti fűtőház leépítése az nem az önkormányzatnak a felelőssége. Azzal is mindenki tisztában van vele, hogy a laktanya bezárással kapcsolatban az önkormányzat megtette, amit megtehetett, ez sem az ő felelőssége. De ez a petíció üzenhette volna azt is nekünk egyébként, a városért tenni köteles embereknek, hogy van egy olyan hangulat, ami sok-sok dolgot így egymás után veszteségként él meg, és féltik azt, hogy Tapolca jövője hogyan fog alakulni. És erre kívánták fölhívni mindösszesen a figyelmet. És azt gondolom, hogy ezekre a félelmekre nekünk itt nem sikerült választ adni, mi csak azt sem sikerült megmutatnunk az embereknek, hogy megértettük azt az üzenetet, ami ezek mögött, az aláírások mögött rejlik. Én azért bízom benne, hogy a jövőben tud ez változni. Ma volt néhány olyan előterjesztés azért, ahol azt gondolom, hogy tudtunk közös nevezőre jutni, és tudtunk megérteni másiknak az érveit. Én remélem, és abba bíznák egyébként, hogy jövőben ez lesz az általános. Mert ha marad úgy, ahogy ezt a mai testetülést befejeztük, ezt a hangulatot, akkor sok mindenre tudunk számítani, talán csak arra nem, hogy a városért együttműködni képes testület munkájára. A képviselőtestület ülése után Lévai József önkormányzati képviselő kritikát fogalmazott meg az önkormányzat munkájával kapcsolatosan. Nevesül, hogy nem volt méltó a vita a témához, és hogy nem vették figyelembe azt a 7000 aláírást, illetve aláírót, aki aláírásával támogatta a Jobbik és az MSZP kezdeményezését a kórház aktív osztályainak megmaradása érdekében. Alpolgármester úr, mit reagál mindenre? Hát először is tisztázni kell, hogy most a Jobbik és az MSZP kezdeményezése, mert én olyan ívet mondjuk nem láttam, ahol mind a kettőjük szerepel, de ez lehet, hogy még csak az én hibám. A visszatérve a képviselőtársamnak arra a megjegyzésére, hogy méltatlan volt a vita, én úgy gondolom, hogy az ő hozzászólása és az ő kezdeményezése valóban számomra is méltatlannak tűnt, de az egész vitát én pontosan azért tartom egy hasznos dolognak, hiszen a város nagy nyilvánosság előtt beszéltünk a vélt és valós problémákról, megpróbáltuk szembesíteni a petíciót aláírókkal azt, hogy a petícióikban mennyi csúsztatás, hamis állítás és kimondom hazugság szerepelt. Ez természetesen a kezdeményezők fejére, ha visszahullik, ugye ez nem egy kellemes, és innentől kezdve keresi a körülményeket, hogy ez a képviselőtestületi ülés esetleg miért volt méltatlan, vagy miért volt nem idevaló. Ugyanakkor azt is meg kell, hogy jegyezzem, hogy én számomra sértő lenne, ha mondjuk a régiós tiszti mentőorvos, a rendőr kapitány, a város kórházigazgató
orvosigazgatója, a belgyógyásza, akik szakmailag fejtették ki a véleményüket, azokat is ebbe a kategóriába sorol, hogy ez hogy méltatlan, hogy elmondták a véleményüket. Én úgy gondolom, hogy egy nagyon termékeny vita volt. Természetesen voltak benne esetleg indulatosabb megjegyzések, pro és kontra, ez a vitához hozzátartozik, de én úgy látom, hogy azt az ügyet szolgálta mindenképpen, amit a 7100 aláírással ugye a petíciót, akik képviselték, hiszen látják, hogy foglalkozunk az ügyel. Maga a képviselőtestületi határozat is két részből állt. Egyrészt a petíciónak azon részeit, amely szemen szedett hazugságok visszautasítjuk, és kikérjük magunknak, és én személy szerint magam is meggondolom a további jogi lépéseket. Másrésztről pedig megkértük Lasztovic elnök úr országgyűlési képviselőnket, hogy az itt elhangzott, hiszen ő is végighallgatta, és aktív részese volt ennek a vitának, továbbítsa az egészségügyi kormányzat felé, amelyet ő hétfőn tudomásom szerint mint az államtitkár úrral történt beszélgetéssel, mint pedig az egészségügyi bizottság elnökével történt személyes megbeszélésre. Igaz, hogy nem, hogy úgy mondjam, minek is nevezik azt a parlamentbe a napirend előtti felszólalás, ugye tette ezt meg, hanem aktív szakmai munka háttérrel dolgozott azért, hogy ez az ügy megoldásra találjon. Én úgy gondolom, hogy ahogy itt délelőtt is folyamán találkoztunk Varga Csaba igazgatóurral, vagy Varga Gábor igazgatóurral, a területi egészségszervezési központnak az igazgatójával, szintén ezt a problémát beszélgeztük tovább. Ez a dolog annyiban természetesen nincs lezárva, hogy mint egy ilyen átszervezés mindig hagy bizonyos bizonytalanságokat. Én egy nagyon fontos dolgot szeretnék biztosan tudni, és én úgy gondolom, hogy az egészségügy átszervezése ennek a célnak az érdekében történik, hogy a beteg járjon jól. Mert ha ezt a célt el tudjuk érni, akár aktivággyal, akár aktivágy nélkül, hogyha a beteg hosszú távon úgy érzi, hogy ő olyan helyre került, olyan ellátást kapott, amely az ő egészségét hivatott helyreállítani, illetve megőrizni, akkor én úgy gondolom, hogy jól cselekedtünk. És még egyszer visszatérve az eredeti kérdésére, én azt gondolom, hogy egy szenvedélyes, heves vita volt, méltóan nehéz az ügynek a fontosságához, és én bennem nincsen semmiféle szégyenérzet, hogy ennek a képviselőtestületnek tagja vagyok, amiben ilyen viták zajlanak. Dr. Varga Gábor, a Nyugat-Dunántúli Térségi Egészségügyi Szolgáltató Központ vezetője tett látogatást a Városi Kórházban, ahol az átadás átvételről folytatott tárgyalásokat. Igazgató úr, itt Tapolcán a Városi Kórház nagy lépés előtt áll, megtörténik most már lassan az átadás átvétel. Mit jelent ez a változás a Tapolcai Kórház életében, illetve az itt élőkre nézve mit jelent majd? Mindenképp azt gondolom, hogy nagy lépés valóban az ágazaton belüli átalakulás is a Semmelweis terv értelmében az ellátó rendszert egy picit a betegutak átszabásával, a kórházi kapacitásoknak a korrekciójával együtt egy finanszírozható, biztonságosabb ellátás felé terelni, aminek néhány mutatóját azért elmondanék, hogy az USA-ban a sebészeti ellátásoknak a 80%-a egynapos formában történik, Nyugat-Európában ez 40-60%, Magyarországon 8%. Tehát valami jelzi azt, hogy mi jobban ragaszkodtunk az aktív ágyakhoz, és ott próbáltuk meg azokat az ellátásokat is nyújtani. Nyilván azért, mert a szociális háló nem volt elég fejlett, vagy a beteg biztonsága igényelte ezt, vagy a közlekedési viszonyok nem voltak olyan jók, hogyha netán valami szövődmény lenne, akkor orvos közelben legyen, nagyobb nyugalmat ad. Na most az egész ellátórendszeri átalakításban az egyik legnagyobb lépés az, hogy gyakorlatilag bizonyos szakmáknál ez a tevékenységkör egynapos ellátásra lesz átalakítva, és így a Tapolcai Kórházban is a sebészeti ellátásnak, itt az urológiától a szemészetig egy csomó terület értendő egynapos ellátási keretben történne, és erre megfelelő kapacitásokat kap a szükséges szakemberekkel és a kubaturális épületi egyéb adottságokkal,
adottságokkal ki lehet ezt használni. Ennek az egyik biztonsági szelepje az lesz, hogy 24 órás ügyeleti rendszer lesz belgyógyászati jellegű szakmákból, és ugyanígy az úgynevezett operatív manuális szakmákból is 24 órás ügyelet lesz, ami azt jelenti, hogy bárki, aki ide bemegy, ebben a 24 órában nappal nyilván szakrendelés szinten észleli ezt, éjszaka pedig ittalvos ügyeletessel találkozik az adott két szakterületen. A másik ilyen lényeges változás pedig az lesz, hogy a kórháznak, mint funkcióváltó kórháznak bizonyos kapacitásait növeltük, annak ellentételezéseként is, hogy az aktív ellátásokat csökkentettük. Így két ilyen rész van, az egyik egy 20 ágyal bővül az eddigi 20 ágyas belgyógyászati krónikus ellátás, a másik pedig a rehabilitációs kapacitásban 71 ágy 50-ről, tehát közel így 40 ágyal bővül a kapacitás, ilyen értelemben sem személyzeti létszámcsökkentés, sem elbocsájtások egyéb nem fenyegeti a kórházat, és nyilván ennek a tevékenység köröknek a finanszírozása és a költségigénye sokkal kedvezőbb összetételt és szaldót mutat, így a kórház gazdaságilag egy biztonságosabb pályára tud kerülni. Ugyanakkor azt is kell látni, hogy olyan specialitásokat lehet így fejleszteni a volt aktív ágyak terhére helyett, mint például a barlangterápiának a lehetősége, ami azt gondolom, hogy unikum itt az egész területen. Az itteni termálvíz használatának a közelítése az egészségügyi ellátáshoz, netán az egészségügyi turizmushoz. Erre 630 millió van szerződés előtt előkészítve, és 13 májusáig kell ennek a rendszernek fölállni. A másik a járóbeteg ellátásra induló EU-s pályázatok lehetővé teszik, hogy egy korszerűbb, biztonságosabb járóbeteg ellátási hely legyen, közelítve a alapellátási ügyeletet, a vérellátó rendszernek a korszerűsítését. Azt gondolom, hogy ezek olyan pontok, amitől a kórház egy rugalmasabb, mozgékonyabb struktúrával tud reagálni erre az átalakulásra. A sebészeti ellátásoknak és az egynapos ellátásoknak, a kúraszerű ellátásoknak a területe olyan változás, ami azt gondolom, hogy a lakossági szempontból azt észleli, hogy gyakorlatilag 80%-a az eddigi nyújtott ellátásoknak itt meg fog történni, és ha mégis szükség van arra, hogy ő ágyat vegyen igénybe, akkor jogszabályilag van lehetőség továbbra is arra, hogy a kórház meglévő krónikus ágyainak mindenkori 10%-án lehívhat az egészségbiztosítótól aktív teljesítményt. Ez gondolom az átlag nézőnek egy kicsit bonyolult. Magyarul az azt jelenti, hogy ugyanúgy finanszírozzák a 10%-on a mindenkori bentfekvő létszámot a krónikus ágyakon is, mintha az aktív ágy lenne. Tehát nem kell attól máshova átmenni, hogyha ezen a volumenen nem lép túl a mindenkori ellátó kapacitás. Tapolcán bizonyára hallott róla, hogy hát a lakosság és hát bizonyos politikai pártok nem vették örömmel ezt a két aktív osztály megszűnését. A lakosság megnyugtatása érdekében mit tudna mondani ezzel kapcsolatban? Egyrészt azt tudom mondani, hogy ezek az agályok egy kicsit, hogy mondjam, érzelmi alapon nyugszanak, mert egészségszervezőként azt látom, és Nyugat-Európát és az Egyesült Államokat is járva, hogy ezek a tendenciák mindenhol így köszönnek vissza. A betegbiztonsághoz hozzá tartozik az, hogy legyen orvosi ellátás a közelbe, lehetőleg magas szinten rugalmasan, ez itt megtörténik. A másik ugye az a szociális hálónak a hiánya, hogyha valaki 8-10-15 napot tölt valamilyen fekvőbeteg ellátás miatt, és közben csak az a probléma, hogy nincs ki bevásároljon. Tehát nyilván ezzel együtt egy szociális háló erősítés kell. A másik, ami még a betegbiztonsághoz hozzá szokott tartozni, és ha egy kicsit meginog ez a betegbiztonság, akkor mi történik a mentőszállításokkal, mi történik a nagyon sürgős akut ellátással, ami az egynapos ellátásnál nagyobb, komolyabb szakmai beavatkozást igénye, ami eddig történt.
Eddig is az történt, hogy a sűrűbb eseteket máshol kezelték ebből a térségből, ugyanúgy, mint ahogy Kapuváron, úgy, ahogy, mint Csornán. A másik pedig az, hogy a mentőszállítás milyen a térségben. Itt együtt történt meg a kórház korrekciója és a környezeti mentőkapacitásoknak a korrekciója, ami azt jelenti, hogy növekedett itt a kapacitás, nagyobb a transport lehetőség, nagyobb a szállítási lehetőség. Másrészt a légi betegszállítás is viszonylag, azt kell, hogy mondjam, optimális helyen van Tapolca, mert Sármelléken és Balatonfüreden van helikopteres betegszállítás, és mind a két bázisnak a irányítása úgy ítélte meg, hogy bennük semmilyen ilyen aggodalom nincs, hogy adott akut sürgősségi ellátásra, nagyobb műtéti kapacitásra, nagyobb klinikai, diagnosztikai háttérre alapozva el tudnak vinni beteget. A másik oldal mindig az, amit amikor valakiben feszültség vagy bizonytalanság keletkezik, az szokott lenni, hogy gyakorlatilag itt helyben akarja tudni ezt az ellátást. Csak az a kérdés, hogy ez nem egy virtuális vágye, hogy azt szeretném, ha itt lenne, helyben lenne a legmagasabb high-tech, és töménytelen orvossal, minden egyébben. De azt kell látni, hogy gyakorlatilag ma optimálisan, méretarányosan és gazdaságosan működhethető sok szakmás akutellátást nyújtó kórházak körülbelül olyan 1000 ágynál kezdődnek, és ahhoz, ahogy a nagy térségeket is szervezték, kell 1 millió 200 000 lakos. Akkor lehet egy CT-t jól kihasználni, egy MR-t, meg minden egyebet. Ez nem azt jelenti, hogy bárki ne jutna az MR vizsgálathoz. A döntéshozók, a város vezetése, a kórház vezetése nagyon bízik abban, hogy ez egy jó döntés, ami Tapolcával kapcsolatban történik. De talán bebizonyosodhat, ne adja Isten, hogy mégsem volt olyan jó. Visszafordítható-e ez a folyamat? Mint minden folyamat, azt gondolom, visszafordítható, és nyilvánvaló, egy mozgó, átalakuló rendszernek vagyunk itt a tagjai, és ennek egy fontos láncszeme a Tapolcai Kórház is. Egyrészt én azt gondolom, hogy együtt kell nézni azokat a új portfóliókat, új tevékenységköröket, mint a barlangterápia bővítése, a rehabilitáció, a mozgásszervi, a légzésrehabilitáció bővítése, az egynapos ellátásoknak a spektruma, olyan szakmákat idehozni egynapos ellátásba, amik nem is működtek itt, de miután itt a térséghez közel legyen, a lakosság közeli legyen az egynapos ellátás, ezeknek az arányait természetesen növelve a fekvőhöz képest, kialakulhat egy ilyen megerősödés, egy tevékenység növekedés, és a másik oldalon pedig, mint minden átalakításnak két szempontot kell figyelni, hogy annyi ablakot nyissunk ki, amit be tudunk csukni, annyi folyamatot indukáljunk, amit tudunk kontrollálni. Hát itt azt gondolom, hogy a menedzsment meg a városnak a vezetése mind a két szempontot figyelembe veszi, és annak semmi akadály, hogy 3-6-8 hónap múlva egy újabb elemzés, egy újabb tanulmány készítés után akár azt bebizonyítani, hogy ellátható-e a belgyógyászati és a manuális sebészeti jellegű 24 órás ügyelet, van-e akkora forgalom, hogy éjszaka bent alvó kell, vagy a finanszírozási nehézség miatt behívós legyen. Ezek mind egy követéses vizsgálattal, egy tényleges átalakuló rendszer mozgásába kell új fotókat, új, hogy mondjam, keresztmetszeti képeket csinálni erről, és utána ezt véleményezni. Minden folyamatnak ez a lényege, hogy legyen egy beépített feedback, legyen egy visszacsatolás, hogy hát a folyamatba épített feedbacket, ugye elegánsan azt mondjuk, hogy ez már az igazi minőségi kontroll. Hát azt gondolom, hogy ebben a reformban is kell egy ilyennek lenni. Minorics Máté harmadik helyezést ért el a Kiskunfélegyházi országos részfúvós versenyen tenorkürttel, Illés Bence pedig az ország legjobb 6 tubása közé került. Sikereikről Péni Béla, a Járdányi Pál Zeneiskola igazgatója számolt be. A Járdányi Pál Zeneiskola az idejében ünnepelte fennállásának 40. évfordulóját. A tanulók és azt gondolom, hogy a pedagógusok is ehhez mérten nagyon szép eredményeket hoztak el a megyei és az országos versenyekről is. Hallhatnánk-e ezekről? Hát igen, nagy örömre szolgált, hogy a 40. évfordulót így sikerült megünnepelnünk, hiszen hát szokásos megyei versenyeken kiemelt arany, ezüst, bronz minősítéseket értek el gyermekeink,
de hát volt két országos megmérettetés is idén. Ugye első márciusban volt a ütős verseny Győrben, ahol szóló és duó kategóriában indultak a gyermekeink. Duó kategóriában országos első helyet értek el, és szóló kategóriában pedig egy gyermekünk külön díjat, egy pedig második helyezést ért el. Tanáruk Tóth Péter tanár úr, és hát ez óriási eredmény, és gratulálok nekik ezúttal is. A másik országos verseny pedig az országos mélyrészfúvós verseny Kiskunfélegyházán került megrendezésre, ahol először egy selejtező volt, amit Győrben rendeztek. Ugye utazó zsűri volt, ez azt jelenti, hogy két tag mindig utazott, tehát nézték az egész mezőnyt, és nem döntötték el a helyszínen, hogy ki jut tovább, hanem pontok alapján rangsoroltak. Hát két növendékünk bejutott az országos döntőbe, Minorics Máté 58 ponttal a 60-ból, ez egy óriási dolog, és Illés Bence Tubával pedig 51 ponttal jutott az országos döntőbe. Hát ugye lezajlott az országos verseny is, hát elmondhatom azt, hogy a tenorkütösök kategóriájában ugye négy korcsoportba indultak, a Máté a második korcsoportba került, ott összesen 9 versenyző jutott be országos szinten, itt Máté harmadik helyezést ért el, aminek nagyon-nagyon örülünk, felkészítő tanára Haga Kálmán, és hát gratulálunk nekik is. Illés Bence pedig tulajdonképpen a korcsoportjában a harmadik korcsoportba indult. Szegény Bence rosszul született, ugyanis ha 2 héttel később születik, akkor a második korcsoportba kerül. Tehát ő a harmadik korcsoportnak az egyik legfiatalabb versenyzője volt. Hát így is nagyon szépen szerepelt, ő helyezést nem kapott, de annyit el kell mondanom, hogy abban a korcsoportban összesen 6 tubást engedett be az országos döntőbe a zsűri. Tehát akkor elmondhatjuk azt, hogy korcsoportjában az ország legjobb 6 tubása között bent van, és ez egy óriási dolog. Mire készülnek a közeljövőben? Hát nem áll meg az élet. Július 7-én lesz Sárváron a 4. országos fúvós zenekari verseny, ahol a zenekarunk ismételten indul. Ugye legelőször harmadik helyezést értünk el, a másodikon második helyezést értünk el, a harmadikat kihagytuk, és hát most jön a 4. verseny, ahol bízunk benne, hogy nem ismétlődik a sors, hogy ismét a harmadikról indulunk. Mindent megpróbálunk megtenni érte, hogy jó eredmény szülessen, hát ez a zsűritől függ, és az adott pillanatnyi helyzettől. Kedves nézőink, köszönöm kitüntető figyelmüket, a Krónikát a Tapolcai Városi Televízió hírmagazinját látták. Rólunk szóló, minket érintő friss hírekkel legközelebb is várjuk Önöket a képernyők elé. Viszontlátásra!